hogy el lehet húzni a 48-as körből. És utána pedig a lakását is védték, nappal a fiatalok, éjszaka a felnőtt kisgazdatagok, 24 órás szolgálatot tartottak Tetszelésten a lakása körül, végül túlerővel mégiscsak megszállták a lakást és elhurcolták, bebörtönözték, internálták Tetszeler István. És 9 esztendővel később következett be, ugye 1956. És 1956-ban, amikor a városvezetés csődöt mondott már, hogy 27-e, 28-a körül egyre forróbb lett a hangulat és egyre veszélyesebb lett a számukra a légkör, akkor eszükbe jutott Nagyszeler István, hogy hát ez az ember egy rendkívül jó szervező és rendkívül nagy hatással a tömegekre, segítségül hívjuk a rendteremtésben. El tudják azt képzelni, hogy azt az embert kérték föl a kommunista vezetés vezetésével, akit ők börtönöztek be. És mégis eljutottak odáig, hogy nélküle nem lehet itt megoldani semmit. Lakásán fölkeresték egy 8-tagú küldöttséggel, és hát Nagyszeler István ezen meglepődött, de mikor értesült róla, hogy szeretett szülővárosa vészhelyzetben van, akkor azért vezetői és emberi nagyságát mutatja, hogy engedett az egykori fogvatartói kérésének, és ő a város érdekét tartotta szem előtt, és bement az ügyelt forradalmi tanácsba, és elmondta az elképzeléseit a rend helyreállítására. Ez egy 4 pontos indítvány volt a részéről, amelyiknek nem részletezem a pontjait, de benne volt az, hogy halasson fegyver ne lehessen senkinél, a fegyvereket vonják vissza mind a párttagoktól, mind a úgynevezett nemzetőrségtől, egyedül a katonaságnál, rendőrségnél lehet fegyver. És a 4. pont pedig az volt, hogy 48 órán belül Halason népszavazást kell tartani a 4 koalíciós pártra, amelyik 47-ben ugye felszámolta. Ez a 4 koalíciós párt volt, ugye a kisgazdapárt, a szociáldemokrata párt, a parasztpárt és a kommunista párt. Erre a 4 pártra 48 órán belül, hát ezt elfogadta a forradalmi tanács örömmel, mert látták, hogy ezzel, mint egy villámhárítóval a feszültséget te lehet vezetni. De senki se gondolta, hogy a kisgazdapárt 2 nap alatt, mert november 1-én meg is tartották a választást, 2 nap alatt talpra tudjon állni, és a kommunisták nagy győzelmében reménykedtek ezen a szavazáson. Hát kérem szépen, a választás végeredménye november 1-én az lett, hogy a kisgazdapárt 76%-os elsöprő győzelmet aratott, a 16 ezer halasi választó közül 15 ezer elment szavazni, tehát ez bebizonyította, hogy igaz, hogy szétverték a pártot 9 évvel korábban, de az emberek közötti szövedéket nem tudták széttépni, és az arra pillanatok alatt mindenki emlékezett, és olyan rendkívüli gyorsan talpra tudott állni a kisgazdapárt, mondom, hogy elsöprő eredményt ért el, a kommunista párt 4%-ot kapott, kevesebbet, mint ahány tagja volt Halason. Na most ezt se bocsátották meg nyilván Nagyszeler Istvánnak későbbi perében. Annak ellenére, hogy ilyen nagy arányú győzelmet aratott a kisgazdapárt, mégse vette át a városvezetést, de a városvezetés tudta, hogy Nagyszeler István nélkül és a pártja nélkül Halason semmit nem léphet és nem tehet. És erre már a szavazás
másnapján, november 2-án sor is került, hogy közbelépjen Nagyszeret István a választási eredményre hivatkozva. Ugyanis a déli határvidékre, ugye mert akkor még Jugoszlávia nagy ellensége volt a szovjet tömbnek, Titót láncos kutyának nevezték, és ide a déli határvidékre nagy szovjet erők összpontosítottak, egy óriási katonai erő vonult ide Valas környékére, és a néhány valasi katonatiszt pedig úgy gondolta, hogy mozgósítja a Valas lakosságát, és a 20 és 50 év közöttieket behívja azonnal katonának, és nekirontanak a szovjet túlerőnek. Hát ez egy elég merész elképzelés volt, és amikor ezt a városvezetés, ugye a városvezetés tudomására jutott ez a terv, akkor azonnal menesztettek Nagyszeret István, hogy jöjjön be, mert újra vészhelyzet van Halason. És Nagyszeret István csak annyit közölt ezzel a forradalmi és katona tanáccsal, hogy a mozgósításhoz nem járulunk hozzá, a tegnapi szavazás eredményé erre följogosít engem, nem járulunk hozzá és nem hajtjuk végre. Ugyanis Nagyszeret István nem vállalta a véres összecsapást, ami azt hiszem, hogy sok száz halasi életébe került volna, és kedves szülővárosa Halas szétrombolásához vezetett volna. Ezt a felelősséget azért nem vállalta, mert hírei voltak az óriási túlerőről. Lehet, hogy ma hősvárosként emlegetnék Halast, de mégsem vállalhatta egy felelős vezető ezt a csatát. Hogy nem egy kisebb csetepatérról lett volna szó, azért ezt érzékeltetni szeretném, hogy Halason óriási mennyiségű fegyver volt a laktanyákban, annak idején 18 ezer darab szálfegyver és 72 darab páncéltörő ágyú, óriási mennyiség lőszerrel, tehát lövedékkel, tehát bizonyára rendkívül véres csata alakult volna ki annak ellenére, hogy kiképzetlen emberek vívták volna, vagy csak egy néhány napos kiképzés után kellett volna már is a harcba menniük.